A tabella 5. helyén álló Diósgyőr ellen lép pályára szombaton a Loki. Bárány Donát, a DVSC csatára azt mondta híradónknak, hogy most már nyerniük kell, hiszen jelenleg a vonal alatt kieső helyen állnak a bajnokságban. Legutóbb újabb 2-2-es döntetlent játszott a Loki. A Kecskemét elleni mérkőzésen Bárány Donát gólt szerzett, de a KTF fordítani tudott. A végeredményt a második félidőben becserélt Suhadovszki Soma állította be. Ez Zsinórban már a harmadik 2-2-es mérkőzése volt a DVSC-nek a hosszú vereségi sorozata után, de a bennmaradáshoz ez nem elég. Szerencsére jönnek a gólok, remélem ezzel együtt az eredmény is. Mindenképp nyerni szeretnénk Diósgyőrbe, és megteszünk azért mindent, mivel most már muszáj. Eddig is nagyon kellett volna, viszont muszáj most már pontokat szerezni, mert a vonal alatt vagyunk. Nestor Elmásztó nem árult el sokat a csapat holnapi játékáról, de lehet, hogy változtat a Kecskemét elleni kezdő 11-en. A vezetőedző a DVTK elleni mérkőzést nem tartja reménytelennek, de jelenleg magabiztosabb együttesnek tartja a Diósgyőrt. Mint mindenki más, figyelnünk kell a tempójukat, a fizikumukat, a gyorsaságukat kifejezetten védekezés közben. Meg kell próbálnunk semlegesíteni ezeket, ugyanakkor jó focit szeretnénk játszani a magunk módján. Úgy gondolom, az itteni liga összességében eléggé kiegyensúlyozott, tehát megvannak az esélyeink a következő meccsen is, mondta a vezetőedző. A piros-fehér rangadót szombaton 16:30-kor játsszák Diósgyőrben.